A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ünnepre készültünk szombaton, hiszen 30 esztendős volt ember, Öltönyi távlatból ismerhettük meg újra azt a fantasztikus népzenei, népi kultúrát őrző munkát, amelyet a Táncolkodó Együttes is képvisel itt Székesfehérváron. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos pillanat. Tudjuk, hogy Székesfehérvár a kultúravárosa, és így a természetesen a népzene, a néptánc városa is, de azt hiszem, hogy egy különleges szintet és elképzelést követ ez az együttes. Vendégeim, erről fogunk beszélgetni természetesen, vendégem Mécs Péter, a Kodolány János Egyetem tanára és kulturális titkára. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szia, és Hánkakas István Öcsi, ha úgy tetszik, örökös aranysarkantyús táncos, az együttes művészeti vezetője. Ugye ezt Tombor Beával, a másik alapító táncossal együtt, aki örökös aranygyöngyös táncos, azért azt tegyük hozzá. No, hát 30 évről kell, hogy beszéljünk, 1993-ról. Ez még annak idején meglepetést keltett a néptáncos berkekben is, hogy a Kodolányi János akkor főiskolában született egy döntés, hogy fel kell használni azt a lehetőséget, hogy a népi kultúrát egy kicsit, ha úgy tetszik, profi szinten megismertessétek a hallgatókkal, így aztán megalakult. Honnét jött a gondolat, hogy ez a főiskola keretein, később egyetemben keretein belül megvalósuljon? Hát egyrészt zenészként foglalkoztam én is a népzenével, a nagy gyerekeim jártak annak idején az Alba régiába, illetve én a Megyei Művelődési Központban dolgoztam jó pár évet együtt a Botos Józsival, meg a Gazdag Bélával és sok más kiváló táncossal, úgyhogy az ötlet tulajdonképpen onnan jött, ott egy irodában voltunk, együtt éltük a mindennapjainkat, beleláttunk egymás munkájába, és amikor a Kodolányi megalakult, akkor én egyszerűen fontosnak tartottam, hogy legyen itt a fiatalokból, akkor még főiskolásokból egy együttes minél előbb. Reméltem, hogy az Alba régia mellett elfér mindez, és hát ehhez gondoltam két kiváló szakembert, az Öcsit természetesen, és akkor még nem a Bea volt egyébként, hanem a Ritter Andrea volt a lányokkal egy jó hosszú időn keresztül, úgyhogy így indult el ez 93-ban. Ez egy csoda pillanat lehetett. Hadd kérdezzem meg, hogy ért a felkérés, hiszen az Alba régia tánc együttes talpontja voltál, ha úgy tetszik, igen, Beával együtt. És ez nyilván, ez egy új lehetőség arra, hogy mindazt, amit megtanultál, ami rögzült benned, azt továbbad, méghozzá olyan szinten gondolom én, hiszen erre megvolt a szakmai elképzelésetek, ami azért feltűnést kelt, hogy hirtelennyében egy másik csapat, egy új közösség alakul. Ugye, maga a felkérés az egész pontosan a Liszt Ferenc utcai, akkor még Megyei Művelődési Központnak a kapu aljába történt. Én rendszeresen bejártam oda Botos József bécihez, a mesteremhez, akkor mesteremhez, és meg hát a Török Sanyi, Gazdag Béla voltak ott rendszeresen, illetve Béla akkor már nem, de Török Sanyi igen. Rendszeresen bejártam, és ott éppen én talán mentem be, Péter talán jött ki, nem tudom, és akkor elkapott, hogy hú, öcsi, figyelj, csak akartam valamit már tőled kérdezni, illetve valamit mondani. És hát mondja, hogy ugye, tudod, megalakult a Kodolányi János Főiskola 92-ben, mert az, hogy ez 93-ban volt, amikor igen, engem így megszólított, mert egyébként régóta ismertük már egymást. És mondja, hogy hát egy éve megy a suli, vannak diákok, jó fejek, nem tudom, Ritter Andi próbál velük egy ilyen kis közösséget létrehozni, be kellene segíteni, tudnék-e ebbe valamit segíteni? No, hogy ne, akkor próbáljuk meg, azt nézzük meg, hogy mit lehet ebből csinálni. És az én ötletem az volt, hogy a Gólya bálra készítsünk valamit. Ez lett egy palotás, ami hát nem kifejezetten a magyar néptánc mozgalomnak a, bár mondhatjuk, hogy a módjához ez is hozzátartozik talán,
Ezzel próbálkoztunk, meghirdettük, hogy lehet jelentkezni Gólyabárra, és hogy palotást fogunk összeállni. És jöttek is nagyon sokan, 12-14 pár biztos, hogy alakult belőle. Heti egyszer próbáltunk a Kodolányinak talán a Zaj épületében, úgy emlékszem még, akkor de egyen mentünk hol ide, hol, aulában, mindenhol próbáltunk. És hát végül is eljött a bemutató ideje, és hát akik jöttek, mind egyébként kivétel nélkül szinte mondhatom, hogy főiskolások voltak, tehát és leginkább laikusok, tehát akik nem is nagyon találkoztak így a néptánccal, vagy egyáltalán a népzenével, és velük megvalósítottuk ezt a gólyabáli táncot, ezt a palotást. Nagy öröm volt, és hát utána mondtam nekik az öltözőbe, hogy mi lenne, hogyha amúgy is ezt a heti egy alkalmat már arra szenteltétek, hogy összejöjjünk, és itt is közösségünk legyen, mi lenne, hogyha továbbra is folytatnánk, hetente egyszer találkoznánk, egy kicsit más irányba vinnénk el, inkább már az autentikus néptánc irányába vinnénk el ezt a dolgot, és hát dolgozgatnánk, és majd aztán alakul belőle valami. És hát itt le is morzsolódott aztán a fele körülbelül, és az akkori rektor, aki Iskának volt a rektora, ő mondta, hogy neki nagyon tetszett, szimpatikus volt ez a bemutató, hogyha úgy látjuk, akkor, és össze tudnánk adni valami kis csoport, vagy egy kis műsort, akkor Olaszországba, San Salvóba utazhatna a társaság, mert akkor rendszeresen már volt egy ilyen kapcsolat Péterrel. Igen, azért ez a kapcsolat, ez megint csak a Megyei Művközpontból indult, és a Botos Józsitól, a közös munkából. Ugye az Alba Régia nagyon sokat utazott akkoriban is már a világban mindenüvé, sok-sok meghívója volt, és egyszerűen átadott nekem egy meghívó levelet, hogy nem akartok elmenni, itt van San Salvo, nem tudom, Olaszországban. Igen. Na, és akkor rá fél évre, vagy egy évre az alakulás után az volt az igazi mélyvíz az együttesnek, hogy San Salvóba kimentünk, és aztán utána pedig jó néhányszor, nem csak néptáncosok, hanem jazzzene. Igen, hát ezek csoda pillanatok voltak. Igen. A semmiből egy új, másik világot teremtettetek. Egyébként ez egy jó ugródeszka volt, mert ugye, ahogy mondtam, lemorzsolódott jó néhány ember, és akkor hát külsőket is kértünk, hogy segítsenek, hogy megvalósuljon ez a San Salvói program, és egy olyan 6-7 pár táncossal összehoztunk végül is egy kis 20 perces műsort, amit kétszer adtunk elő, egyszer a Városházánál, ha jól emlékszem, meg egyszer vonulgattunk a San Salvóba, és egy pizzéria oda hívott magukhoz, és megvendégett bennünket pizzára, de ott is gyorsan táncra kerekedtünk, és hát csináltunk egy kis műsort. És ott is a rektor mondta, hogy hát ez nagyon jó, nem gondolta volna, hogy ebből lesz valami. Persze csetlettünk, botlattunk, mert azért egy fél év, egy év alatt nem lehet nagy várat építeni, de mutattunk valamit abból, hogy majd ebből lehet esetleg a későbbiekben, ha megmarad. És utána rögtön akkor mondta, hogy ha még egy kicsit dolgozunk, novemberben Finnországba is mehetünk. Finnországba is elmentünk, ott már kicsit többen voltunk, és amikor Finnországból is visszajöttünk, akkor már nem volt kérdés, hogy látták nagyon sokan, hogy ebből lehet azért kamatozni is egy kicsit, és hirtelen megnőtt úgy a létszám, hogy mindjárt megint 12 pár táncos lett. De ehhez kell pénz, paripa, fegyver, mint tudjuk. És kell egy jó közösség, akik tehetségesek, elkötelezettek, mert annélkül nem megy nyilvánvaló, hiszen a tánc, néptánc egy nehéz műfaj, valljuk meg. Ez hogy tudta segíteni a főiskola, hiszen 2001-ben újjászerveződött az egész történet, hiszen addig a külföldi utakon kívül elsősorban a főiskola rendezvényein lépett fel ez a csapat. Hát szerencsés időszak volt ez tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől, akkor ugorjunk oda most már tulajdonképpen, 2000-től egész pontosan, ami egy új időszámítás volt a Kodolányi életében. És olyan értelemben is szerencsés időszak volt, hogy hallgatói létszámban, az oktatógárdában nagyon prosperáló évek voltak ezek, nagyon-nagyon sok hallgatónk volt, és szerencsére a főiskola vezetése fontosnak tartotta ezt, költött rá egyszerűen. Tehát megalakítottuk ugye a Főiskola Kulturális és Sport Egyesületét, és a sportot is, és a kultúra részét is, ami mindenek előtt ugye a néptánc együttes volt, meg hát nagyon hamar ehhez fölzárkózott a zene, akkor még nem a jazz tanszék révén, de már kicsibe megjelent ott. Egyszerűen
költségvetésbe olyan összegek lettek tervezve, amelyekből lehetett utazni, lehetett ezzel számolni és segíteni mindegyik együttest, hogy haladjunk. Hogy alakult ki a repertoár? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a Kárpát-medence bővelkedik különböző táncstílusokban, és azt hiszem, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy ezt idejében elsajátítsák, hogy egyre magasabb szintre lépjenek. Igen, hát amikor még laikusabb volt a társaság, akkor nyilván próbáltuk ezt mindig úgy igazítani, hogy a kezdeti lépéseket inkább az ilyen kis ugrósokból, vagy kis magyarországi táncokból próbáltuk összehozni a repertoárunkat. És későbbiekben, ahogy láttuk már, hogy egyrészt már kerültek be képzett táncosok is a közösségbe, akkor már megnyit annak a lehetősége, hogy komolyabban is foglalkozzunk a táncra, és komolyabb repertoárokat, vagy esetleg mondjuk egy szokást is, akár mondom, tűzugrást is feldolgozunk, vagy bármi olyan dolgot csináljunk, amire már jobban kaphatóak. Egyébként most itt a jubileum kapcsán gondolkodtam még egy-két-három héttel ezelőtt, elkezdtem így magamba felidézni, hogy mi is volt ez a 30 év alatt, és oda eszembe jutott az, hogy gyakorlatilag kettős jubileum van, mert 15 éves jubileum is van az együttesnek. És hogyha most a szakmai részét nézem, akkor azért van egy 15 éves is, mert az első 15 év, az a 2007-8-ig, az igazából az iskolának a belső rendezvényeit szolgálta inkább ki, jobban az iskola diákjaiból voltak talán, és aztán a rákötkező 15 éves időszak, mikor elindult, akkor én oda kerültem a főiskolához dolgozni, és igazából kinyitottuk a kapukat, tehát mondtuk, hogy merjünk nyitni, és igazából egyfajta alternatíva lettünk a város fiataljai számára. Tehát már jöttek kintről is, persze természetesen voltak olyanok is, akik oda jártak a főiskolára, de nem jártak hozzánk, de kintről meg bejöttek a közösségbe. És onnantól kezdve egy kicsit szakmailag is más lett, mert már elindultunk fesztiválokra, meg különböző megméretésekre is mertünk vállalkozni, és azt gondolom, hogy az egyfajta szakmai jubileum a csapatnak, ha így tetszik, és az a 30 év, ez pedig ma a közösségnek a... Miként tudta támogatni a főiskola, később az egyetem ezt a szintlépést? Hiszen a szintlépéshez nagyon sok minden kell. Hát kell elsősorban zenekar, méltatlanul kevés szó esett eddig, hiszen egy néptánc együtteshez jár a zenekar, ha úgy tetszik. De különböző ruhák kellenek nyilvánvaló, és persze a megérdemelt külföldi utak, ahogy itt olvasom, a Finnország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Ukrajna egyaránt megjártátok mindet. Én azt hiszem, hogy ehhez már komoly szakmai felkészültség kell, és nyilvánvaló egy egyöntetű támogatás az intézmény részéről. Igen, tehát egyrészt, amit az előbb mondtam, a támogatás nem szűnt, nem csökkent, és emellé pedig egy idő után, köszönhetően egyébként az öcsi szakmaiságának és odafigyelésének, pályázati pénzek is érkeztek, nem kevés, ami ugye tudjuk, hogy mindig bizonytalan, de szerencsére ezek a pályázatok sikeresek voltak, és így ezek az összegek összeadódva lehetővé tették a további sikeres működés. Nekem meg az jutott most eszembe, még ugye bővült a repertoár, és megint a külföldi utakat, hogy elkezdtek sorolni, hogy különböző időszakok voltak e tekintetben, és volt egy időszak, amikor Gyergyószent Miklósra jártunk, az ottani, a Bábesbolyai Egyetemnek van ott egy turisztikai kar, akivel szakmai kapcsolatunk van az egyetemnek, és hát természetesen ezt a kulturális cserét is megszerveztük, illetve hát mi voltunk ott többször, ezek is izgalmas is. Fellépések voltak, illetve a fiataloknak nagyon fontos volt, nagyon sokan nem jártak soha még Erdélybe, és nem ismerték a Székelyföldet, semmit sem. Aztán volt időszak, ugye, amikor a repertoárban ott szerepelt a reneszánsz muzsika, a reneszánsz zene. Nagyon sok reneszánsz táncházat csináltunk, és öcsi nagyon sok olyan koreográfiát, amit szintén megforgattunk Finnországtól elkezdve Olaszországon át, Ausztriáig, mindenhol voltunk azzal a programmal is. Volt egy, ami már inkább népzen a délszláv, ugye? Igen. Fölelevenítettük azt, amit én annak idején a Varró Janóval csináltunk itt Fehérváron, egy délszláv zenekart, és aztán az is egy sikeres időszak volt, és
népzenében, néptáncban nekünk is jó volt, izgalmas, változatos, új feladatokat adott. Ez nagyon fontos, amit mondtatok, mert hogy nyilvánvaló, hogy a repertoárt is bővíteni kellett. Ez nyilván a véredben van, tehát minden egyes pillanat nagyon fontos volt, amikor valami újhoz kezdtetek. És ehhez mondom én, de erősíts meg, ha így van, hogy megerősítést jelentett az az időszak, amikor számos fantasztikus eredményt hoztatok. Tehát itt én nézem, hogy 2009-ben az első országos koreográfus versenyen első díj, aztán a Országos Néptánc Fesztiválon, a Bakonyon szintén első díj, az Országos Minősítőrendszerben a Jól Minősít cím is azért önmagáért beszél, és így van ez a második következő évben a Bakony Fesztiválon is az első díj. Ehhez nyilvánvaló, hogy olyan koreográfiák és olyan táncosok kellenek, akik mindezt meg tudják tanulni és hitelesen átadni. Hogy változtak a koreográfiák? Hiszen korán sem mindegy, hogy a töpörtjüknek való koreográfia, vagy abszolút profi táncosnak csinálod ezeket? Hát ez az, amit mondom, hogy igazából, amikor az ember már látja, hogy kész vannak egy lépést előre lépni, tehát mondjuk már nem az ugrosokkal kell csak foglalkozni, hanem már lehet esetleg Erdélybe elnyúlni, és egy kicsit komolyabban foglalkozni a tánccal, vagy nem csak a tánccal, hanem egy kicsit valamiféle szokás, vagy valami olyan dolgot is belecsempészni, hogy az már ne csak egy egyszerű tánckompozíció legyen, hanem kinézzen mondjuk egy műsorszámnak, egy koreográfiára. Hát nyilván ez számít az is, hogy milyen körből kerülnek be a táncosok. Tehát akinek már van táncos múltja, vagy volt, az sokkal hamarabb felszívja magát, és sokkal előbb lehet velük bármit is csinálni. Akik viszont laikusabbak, mi soha senkit nem szokunk elküldeni, ezt azért el kell, hogy mondjam. Tehát bárki jött hozzánk, mindig mindenki kapott helyet. És itt egy kicsit nehéz, de nyilván volt olyan időszakunk, amikor valahogy a gárda olyan volt, hogy egy szinten voltak a táncosok. Talán egy-két kiugró nagyon ügyes volt, de olyan középerős volt a társaság, és igazából mindenre fogékony volt, de ami a legjobb volt benne, hogy egy nagyon jó közösség volt, és mindig azt mondom, hogy egy jó közössége mindent meg lehet valósítani, és így a táncot is természetesen. Mikor jött a gondolat, hogy ezt az egy csoportot vagy két csoportot ki kell tágítani, szélesíteni, hogy számos korosztály kezdhessen el a táncolkodó keretében néptáncot tanulni? Hiszen itt most már vannak töpörtjüktől egészen a felnőtt korosztályig. Hát én nem tudom, 8-10 éve körülbelül, hogy erről beszélgettünk, és aztán igen, kicsi gyerekeknek is meghirdettük. Általános iskolások, még kisebbek, óvisokkal is próbálkoztunk. Azért egyet én hadd mondjak még, hogy itt az, hogy egyáltalán ez az együttes működik, és ilyen színvonalon működik. Emlegettük már ugyanaz Alba Régiát, tehát az Alba Régia táncegyüttes mellett egyszerűen nem lehet elmenni, a szakmaisága mellett nem lehet elmenni, hiszen az öcsi is ott nőtt föl, a Tomborbe is ott nőtt, mindenki. Tehát itt a gyökerek onnan indulnak el, ami rettenetesen fontos. És igazán azt gondolom, erről is sokat beszéltünk, hogy soha nem voltunk konkurenciák, mi azért annál jóval kisebbek voltunk, viszont, hogy ilyen magas színvonalon tud ez az együttes dolgozni, az azért az Alba Régiának köszönhető, vagy az Alba Régiának is köszönhető. Miként cserélődött a csapat? Hiszen nyilvánvaló, hogy mindig vannak feltörekvő ifjú tehetségek, megnőttek a hosszú idő alatt, és hát és ők lettek azok, akik a nagy megmérettetéseken képviselték a táncolkodót. Egyébként most visszatérve, nekem jár az agyam. Igen, részben nagyon köszönhető, hiszen mi is onnan jöttünk az Alba Régiából. Azt gondolom, hogy elég jó a kapcsolat az Alba Régia táncegyüttessel, és ez azt is mutatja, hogy van egyfajta ilyen migráció a csapatok között. Tehát akinek mondjuk nem nagyon fér bele az idejébe az Alba Régiánál, vagy már nem úgy tudja megoldani. Volt rá példa, nem is egyszer, hogy eljöttek hozzánk táncolni, jól érezték magukat, és ugye ott vagy visszamentek, vagy nem. Vagy akik nálunk mondjuk jobban kitörtek már, tehát hogy szükség volt arra, hogy még többet tanuljanak, vagy egy másik szintre lépjenek, akkor ott volt az Alba Régia táncegyüttes, és teljes mértékben adtuk a táncosokat. Tehát soha ez nem volt belőle. Működött. Igen, azt gondolom, és ez is segített ezt a dolgot, és megerősítem, amit a Péter mondott, hogy soha nem is akartunk rivalizálni, meg semmi ilyesmit csinálni. Mi egyszerűen csak egy alternatíva vagyunk a városi fiataloknak,
vagy ha tetszik a megyeieknek, mert elég sok olyan van, aki egyébként nem is Fehérvárról, hanem a megyéből érkezik hozzánk. Tehát, hogy legyen lehetőség olyannak is, aki esetleg nem olyan magas szinten tudja ezt még űzni, de szeretne egy ilyen közösségbe bekerülni, ahol éppen a magyar néptánc és a magyar népzene az, ami az uralkodó. Igen, most nem ismétlem meg a kérdést, tehát hogy változott az a korosztály, akik a legmagasabb szinten képviselik az együttest? Hiszen nyilvánvaló, hogy az egyetem fiataljai azért, ha kedvet kapnak hozzá, akkor megpróbálkoznak a tánccal. Van arra mondjuk lehetőségük most ezekben az időszakokban, hogy csatlakozzanak? A régi táncosokra gondolsz? Hát akármilyen régi táncosok, tehát vagy fiatal tehetségek. Tehát mert nyilvánvaló, ha itt óvodástól a felnőtt korosztályig több mint 100-an vannak a próbákon, tehát van egy olyan korosztály, aki szeretne feljebb lépni. Van arra mód, hogy abba a csapatba csatlakozzon előbb-utóbb, amelyik... Most kicsit már ilyen összemosottak lettek ezek a csoportok, hiszen van már olyan csoportunk, ami nem működik, tehát a kisebbek felnőttek, és azokból aztán ifik, vagy éppen felnőttek lesznek, természetesen a célunk az, hogy ezek együtt maradjanak, tehát hogy ne szélegyenek szét, hanem mosódjon, ha tetszik úgy, tehát mostani műsorban is lesznek a 16 éves is fiatal egy közösségben, meg az 51 éves felnőtt férfi ember is. Tehát a cél az, hogy ezek együtt maradjanak valamilyen szinten. A Kodolányi pedig folyamatosan adja a támogatást nyilvánvaló továbbra is. Igen, természetesen, illetve a Csóri ösztöndíjat említsük meg, mert az elmúlt, hát nem tudom, 3-4 évben már, hát most már rengeteg, több milliós nagyságrendben sikerült pályázati pénzeket nyerni onnan. Tehát itt visszatérve például a viseletre, vagy éppen a zenekar hangzóanyag felvétel és egyébre, ez nem lett volna mód, hogyha ezek a sikeres pályázatok nem lettek volna, illetve a közösséget te is említetted, meg Öcsi is többször, nagyon fontosak az összetartások, a kis csőszi táborok. Milyen nevet adunk ennek a tábornak? Edzőtábornak, ahol igazán közösségé kovácsolódik a csapat, és ez éves rendszerességgel, de talán fél évente is lehet mondani, hogy összejönnek, az Öcsi elviszi őket oda. Ugye ott van az egyik másik nagy legenda, a néptáncos, a Cimbi, Kovács Norbert. Norbert a Somlóhegy lábánál van ez a bizonyos kis csősz, ami szerintem most már az ország egyik legfontosabb néptáncos, hát népzenész, folk fővárosa lett. Igen. Nincs kétségem felőle, hogy a Fekete Egyszárazréti gála az megerősítést hozott, ugyanakkor hadd kérdezzem meg, és közben mondom kedves nézőinknek is, hogy a Paletta Magazinban természetesen egy hosszabb összefoglalót fogunk beszélgetésekkel tarkítva erről adni, viszont milyen jövőképetek van? Hiszen ez nyilvánvaló, hogy most a 30 év után kezdődik a következő 30. Ez már sajnos nem az én 30 évem lesz, valameddig azért szeretném még természetesen követni. És hát amit én fontosnak tartok Kodolányi Egyetem munkatársaként, oktatójaként, nem is oktatójaként elsősorban, hogy itt Fehérváron erősítsünk, stabilizáljuk a helyzetet, és hát ugye köztudott talán, hogy Budapesten is van képzőhelyünk, és arról nem beszéltünk, hogy Pesten is próbálkoztunk néhány éve, hogy életet leheljünk a Táncolkodóba, de sajnos nem ment, ezt is be kell vallani, úgyhogy mondjuk én nem adtam föl még feladatként, hogy ott is esetleg lesz egy néptánc együttese az egyetemnek. Bízom benne, hogy így lesz. Történjék így. Ez egyébként működött volna, hogyha olyan valaki, aki egy 24 órával lélegzik a társasággal. Itt Fehérváron a szerencséje az volt ennek, hogy én itt vagyok Fehérváron, és a közöttük mozgok, vagy mozogtam, és ez nagyon segítette, hogy én bármelyik pillanatban ott tudtam lenni, meg tudtam szervezni és mindent lépni. Ott az a nehéz, hogy nehéz megtalálni azt az embert, aki együtt tud lélegezni ezzel a közösséggel, és mondjuk meg őszintén persze minden egyetemnek megvan már a maga régóta működő tánc együttese, ahova ezek a fiatalok már úgy mennek fele eleve Pestre, hogy már tudják, hogy melyik táncegyütteshez fognak menni. Jövőkép, hogy én is erre mondjak valamit, hát
Én bízom az együttesnek a további működésébe, és abban, hogy lesz majd 35 és 40 éves jubileum is. És ez jubileumot, vagy születésnap, mindegy, hogy minek mondjuk, vagy egyáltalán egy reklám, hogy még létezünk. Eléggé azt gondolom, nem csak a mi közösségünket, de minden közösséget megtépázott az elmúlt időszak, de meg is erősített. Azt gondolom, tehát annak ellenére, hogy az energiaválságban nagyon keveset, most a heti egyszer tudunk csak próbálni, előtte meg nem tudom, vagy másfél évig nem is nagyon találkoztunk, csak ilyen lopva, meg ilyen rövid időszakokra, de hát tudjuk, mindenki így csinált hasonlóan. Ez nem, nyilván volt, aki lemorzsolódott, jött helyettük más, de nem eltűnt a közösségünk, hanem megerősödött, én azt gondolom, a közösségünk, és ezt is szeretnénk most ezzel mutatni, hogy mi itt vagyunk továbbra is a fiataloknak, mint lehetőség, vagy egyáltalán Fehérvárnak, és mi továbbra is ezt fogjuk csinálni. Még egy jövőkép gondolat, hogy 53 éves vagyok, és lassan, nem érzem öregnek magamat, de lassan szeretnék látni egy olyan fiatalt, vagy egy fiatal párt, aki majd mi helyettünk ezt ugyanolyan energikusan fogja majd vinni, mint ahogy mi csináltuk ezt az elmúlt 30 évben. Ez is egy fontos feladat lesz, én azt gondolom, hogy megtalálni majd egy olyan embert, aki ezt fogja. Nem holnap, de holnap után. Nos, én minden székesfehérvári népi kultúra kedvelő nevében köszönöm ezt a 3 évtizedet nektek, és hát én bízom benne, hogy független attól, hogy az kitolódik az a búcsú, amit említettetek, és a következő 30 évben, vagy 10, vagy 20, vagy 30 évben is fogunk találkozni a táncolkodóval és veletek is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Köszönöm szépen én is, és ha még lehet egy utolsó mondat, egyet nagyon elfelejtettem, hogy Angyal Ákos is itt volt közöttünk, és ő is része volt a táncegyüttesnek. Jó néhány éven keresztül oktatott ő is a csoport, és vezette a csoportot. Azt gondolom, hogy az ő nevét sem hagyhatjuk jó, ebből igen. Akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták. A 30 éves táncolkodó együttesről esett szó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, ne feledjék, a Paletta magazinban a szombati nagyszerű gáláról láthatnak majd egy összefoglalót. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.